Leginkább az SZIA-t és az ÁFA-t érintő változások történtek 2020-ban. Ezekről szólt az a tájékoztató jellegű adó szakmai nap, melyet a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezett meg. Több helyszínen, több időpontban zajlott a fórum, így Baja és Kiskunhalas mellett Kalocsán is megrendezésre került. Az Iparkamara kalocsai kirendeltségének nyáron megújult épülete adott otthont a szakmai napnak, amelyen szép számmal jelentek meg az érdeklődők. Sokan voltak kíváncsiak a pontos és részletes tájékoztatásra. 2020-tól ugyanis bővül a személyi jövedelemadó egy új típusú kedvezménnyel, a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák mentességet kapnak ez alól. Továbbá új TB jogszabályok is aktualizálódtak, a nyugdíj mellett dolgozók járulékmentesen végezhetik munkájukat, mely mellett összevonásra kerültek a járulékok, amely egységesen 18,5% lesz. Az ÁFA törvényben azonban már szigorítás került bevezetése, ez szerint minden belföldi adóalany nevére kiállított számláról adatot kell szolgáltatni. Az előadásokat Szabó Gábor, a NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatóságának tájékoztatási osztályvezetője tartotta. A prezentációt követően a résztvevőknek lehetősége nyílt konzultációra is.